stratégiai partnere évek óta a Fővárosi Nagy Cirkusz, a Terézvárosi Önkormányzatnak évente kétszer a cirkusz, illetve az önkormányzat a kerületi gyerekeket vendégségben látja a cirkuszban. Grézer József, artista művész, szakmai igazgató, illetve szakmai vezető a vendégem, akit az emberek csak Dodi néven ismernek hosszú-hosszú évtizedek óta a porondon. Szeretettel köszöntelek. Kezdcsókolom. Artista művész vagy, nagyon sok mindenről fogunk beszélgetni, de én most meglepődve olvastam, hogy ebben a Szikra Manó című előadásban, mint múlt hétvégén a gyerekek részt vettek, mint cirkusz szakmai vezető és mint rendező vettél részt. Nos, aki régebb óta ott tevékenykedik, pláne vezetőbeosztásban a cirkuszban, annak mindig vannak saját elképzelései, de hogy ilyen vénád van, ezt eddig egyáltalán nem tudtam. Hogy került erre sor? Nem az első műsor, amit én rendeztem. Nagyon egyszerű, az igazgató felkért, hogy ezt a műsort én rendezzem meg. Nagyon sokáig gondolkoztam, hogy mi legyen az a tematika, amit megpróbálunk üzenetként átadni a nézőknek. Természetes volt, hogy október, november, decemberben azért, mint a Fővárosi Nagy Cirkuszban, mindig a karácsony köré vonjuk ezteket a műsorokat. És így adódott az, hogy ugye a mai rohanó világunkban tényleg csak arról szól, hogy elszaladok, megveszik az ajándékot, odaadjuk, mert arra sincs idő, hogy nyugodtan leüljünk, és ünnepeljünk a szószoros értelmében, hogy régen. Én visszaemlékszem, gyerekkoromban óbudai gyerek vagyok, hogy Óbudán ez egy nagyon nagy dolog volt, hogy a család gyerekeit elvitte valaki sétálni, vagy az állatkertbe. És addig a szülők, adott már a szülők földíszítették a fát. Én máig nem tudom, hogy mikor hazamentünk, az üres szobában hogy szólalt meg a csengő, mert mindig megszólalt. És ezt a hangulatot szerettem volna visszaadni egy picit a Fővárosi Nagy Cirkuszban, ebben a Szikra Manók című műsorban, ahol ezek a kis manócskák tulajdonképpen elcsenik azokat az ajándékokat, amiket át akarnak adni, és inkább különböző fogalmakat tesznek ezekbe a dobozokba, és ezek a fogalmak jelennek meg a kivetítőn, és ezeket kapcsoljuk az artista produkciókhoz. Ez annyiban volt nehéz, hogy már jó előre össze kellett válogatnom azokat a produkciókat, amikhez tudtam kapcsolni ezeket a fogalmakat, mint a barátság, az egyensúly, a szeretet, az összetartozás, tehát ezeket ehhez képest válogattam a számokat, hónapokkal előtte már elkezdtem a szerződéseket készíteni, és nagyon örülök, hogy sikerült úgy összeválogatnom, a világ több helyéről, még Etiópiából is jött egy csoport, és én úgy gondolom, hogy egy nagyon nívós műsort sikerült csinálni, ami a közönség visszajelzése is mutat. Hihetetlen dolog, hogy a fogalmakra építünk egy színpadi produkciót, de ahogy említetted, a barátságot, az egyensúlyt, ugye, az egy a fegyelmezettséget nem említetted, de lehet, hogy benne volt ebbe. Az egymás iránti alázat szintén, hogyha valamiben megjelenik, akkor a cirkusz művészetben 100%-osan, hiszen ugye azt szokták mondani, hogy a cirkusz az egy cigány élet, de közben a nagy szabadság mellett a legfegyelmezettebb életmódot követeli. Tehát olyan szélsőségek találhatóak a cirkusz világában, ami sehol máshol nem. Mondjál erre példát, kérlek. Hát így van, hát például a bizalom. Egy artista, amikor bemegy a manésba, és elkezdi a produkcióját, ott ki kell kapcsolnia mindent. Nem lehetnek olyan dolgok a fejébe, amik megzavarhatják a produkciót, mert a szószoros értelmében az életével játszik. Az a fiú, aki 6 méteren mindenféle biztosítókötél nélkül egy dróton tulajdonképpen tényleg szaladgál, ugrókötelen ugrál, föláll egy székre, az nem gondolkozhat közben azon, hogy fogom befizetni a csekket, vagy éppen összevesztem a feleségemmel, vagy van egy kis torzsalkodás, ha nem is összevesztem. Tehát egyszerűen mindent ki kell kapcsolni, és csak arra kell koncentrálni, amit éppen csinál. És ez biztos vagyok benne, hogy átmegy a közönségnek is, és pontosan erre alapoztunk mi, és ezért próbáltuk így megcsinálni ezt a műsort, hogy ezek az üzenetek át is menjenek a közönségnek, és érezzék az, hogy bizony meg kell állni egy picit karácsonykor, ha van idő, és le kell ülni egy kicsit, és a bizalom, a család, a szeretet köré, ezek közül a fogalmak köré kell építeni a karácsonyt. Nálatok a bizalom az nem csak a család, mert háttér nagyon fontos, és majd arról is beszélünk egy picit, hogy tényleg a feleségeddel hosszú évtizedek óta
nagy szeretetben közösen éltek és közösen dolgoztok, hanem a bizalom a kollégák iránt és a köré, a körítés köré, ami körülvesz egy artista művészt ahhoz, hogy ő 100%-ot tudja hozni, hiszen ott olyan biztosítékoknak kell lenni a háttérbe, hogy ő tényleg ne kell, hogy semmi másra gondoljon. Tehát, hogy az, aki lent fogja a kötelet, meghúzta azt a bizonyos drótkötelet, ha már a kötéltáncosnál maradtunk, ami egyébként lélegzettel állító produkció, tehát egyszerűen nem is tudom, hogy hogy lehet ilyet. Tehát mindig azon gondolkodom, amikor nézlek benneteket, artistákat, hogy meg néha a tornászokat, hogy hova lehet még fejlődni. Tehát mit lehet még kitalálni? Egyszerűen hol van az emberi teljesítő képességnek a határa? Mert minden alkalommal ezt feszegetik az artista művészek. Nem csak az artisták, ugye hát a sportban sem tudjuk, hogy mikor van vége. Reméljük, hogy itt a cirkusz világában sem tudjuk még, és még nincs vége. De ez természetes, amit mondtál, ez úgy működik, hogy annak az artistának százszázalékosan meg kell bíznia abban a műszaki kollégában, aki előtte azt a kötelet megköti, vagy azt a kötelet megfeszíti, tudja, hogy az a műszaki kolléga úgy nyúl hozzá, úgy csinálja, hogy neki nem kell ellenőriznie, az biztos, hogy meg van csinálva. Ez a fajta bizalom is szükséges ahhoz, hogy a produkció létrejöjjön, de ugyanígy szükséges az, hogy a zenekar úgy játszon és akkor üssön be, amikor kell. Nagyon fontos a fény- és hangtechnikánk, ahol tényleg ott is tapasztalt kollégák vannak, akik már évek óta csinálják ezt. És nagyon fontos, hát és gondolj bele, hogy véletlen egy olyan fényváltást csinál a kolléga, ami mondjuk a szemébe világított fönn a dróton, amitől esetleg elveszti az egyensúlyát és le is esett. Tehát ezek a dolgok mind hozzásegítenek ahhoz, hogy az a kolléga bemegy, és tényleg csak arra koncentrál, amit csinál. A Szikramanók előadása, ahogy én hallgattam vissza a gyerekektől és ismerősöktől, akik láttak, egytüntetű sikert aratott. Picit más, pontosan amiatt, hiszen egy kicsit színházas típussá válik lassan a cirkuszművészet, mint ami a hagyományos cirkusz, ami az állatszámokra, illetve kimondottan az artista számokra épül, amire én rajongok. Az nem azt jelenti, hogy ez a fajta kicsit más szemléletű cirkusz nem éri el ugyanazt a hatást, és nem ad hatalmas élményt. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy pont karácsony környékén nagyon jó, hogyha van egy körítése az egésznek. A hagyományos cirkusznál szokott-e lenni egy ív, vagy pedig tényleg csak arra törekszünk, hogy minél különlegesebb, minél erőteljesebb számok kerüljenek a műsorra, a porondra? Azt szoktam mondani, hogy ma már kevés a közönségnek az, ami a, még az én fiatal koromban, amikor artistaként dolgoztam, elég volt, hogy megszólalt a zene, a függöny szétment, mi beszaladtunk, megcsináltuk a produkciót, meghajoltunk, tényleg sikerünk volt, és kijöttünk. Ma már a közönségnek igénye van másra, többre, és ezért a klasszikus cirkusz is változik. A klasszikus cirkusz is elindult egy olyan irányba, ami egy picit, tényleg picit a színház felé megy, mert valami kis történetet már magába a produkcióba is az artista megpróbál beletenni. Nagyon szép levegő számunk van most ebben a műsorban, amiről tényleg együttetlen rögtön lejön, hogy ez a szeretetről szól, egy házas, egy párról szól, mi tudjuk, hogy egy házas pár, egy párról szól, a megismerkedésükről, a egybekelésükről, tehát benne van a magában ebben a 6 percben, benne van sűrítve az egész életük tulajdonképpen, és az egész műsor most már egy klasszikus cirkusz műsor is ilyen. Muszáj, hogy változzon a cirkusz, muszáj, hogy megújuljon a cirkusz, mert nagyon sok hatás éri a cirkusz. És mi örülünk neki, hogy ezek a társművészetek tulajdonképpen segítenek nekünk ebben a megújulásban. Hát meg az informatikának a fejlődés, a világ fölgyorsulása is megköveteli azt, hogy az új dolgok bekerüljenek a színpad világába is. Bár azt hiszem, hogy egy klasszikus oroszlán számnál az informatika nem sokat számít. Ott a személyiség számít, a kontaktus az állat és az ember között. Igen, de mivel a technika rengeteget fejlődött, ha mások oroszlán számot mondod, ez a csodálatos fehér tigris produkció, ami nálunk van, az is sokkal szebb lett. Már nem arra
az a fő lényege a számnak, hogy minél több rekvizit legyen bent, és akkor ezekre a rekvizitekre ezek az állatok fölmennek, ez kevés. Ma már át kell sütni tulajdonképpen annak, hogy az állat és az ember közti barátság az mennyire komoly, mennyire szeretik egymást, mennyire, itt nem szót fogad az állat, hanem örömmel teszi azt, amit tesz, és kapja a jutalomfalatot, és partnernek tekinti egyik a másikat, tehát csodálatos dolog ez. De mondom, nagyon sokat segített a cirkusz fejlődésében a technika. Olyan motorok vannak ma már a világban, olyan technikai felszereléseket, amit a cirkusz természetes, hogy felhasznál, mert ezzel is nagyobb látványt tud csinálni, adni át a közönségnek. A Szírozás Szorái produkcióját láttam Las Vegasban jó pár évvel ezelőtt, és el voltam ámulva, és aztán pár évre rá abból a produkcióból nem egy számmal találkoztunk itt a fővárosi nagycirkuszban is, ami egy hihetetlen nagy dolog, tehát ez azt jelenti, hogy itt tényleg mindig olyan produkciók kerülnek a nézők szeme elé, amely tényleg azt lehet mondani, hogy a világszám címszót joggal örökli ki. Amikor elkezdted a pályafutásodat, vagy érdemli ki, amikor elkezdted a pályafutásodat, hogyan választottatok magatoknak stílust? Mi volt a motiválóabb, vagy miért az a szám lesz? Hány számot építettetek föl életetekbe, és hogyan lehet azokat überelni? És most lehet, hogy itt sokan megfognak, mindegy, elmondom, ugye idősebb Richter Józsefnek, aki sokáig volt a cirkusznak az igazgatója, még mindig van olyan világszáma, amit soha senki azóta sem csinált. Igen, hát ez pedig azt hiszem 40 évvel ezelőtt volt. Nagyon büszke vagyok arra, hogy barátomnak mondhatom Jocót, és hogy többször dolgoztunk együtt több műsorban. Igen, azt még nem csinálja senki, ez egy adottság. Ő tényleg egy fantasztikus artista, mint artista múlt időben volt. Mi gumiasztal számmal kezdtünk, mert az édesapám, én nem vagyok cirkuszdinasztia sarja, csak édesapám és nagybátyám döntött úgy, a háború után fiatalon tornáztak, hogy artisták lesznek. Csináltak maguknak egy gumiasztalt, mind a kettőjüknek volt szakmája. Az édesapám az hegesztő volt, a nagybátyám meg lakatos, esztergályos. Meg tudták csinálni a gumiasztalt. És maguk meg tudták csinálni a gumiasztalt. Én többször el tudtam mesélni, hogy abban az időben Óbudán, ott a Hármashatár hegyen, vagy a Schmidt kastélynál a vitorlázó repülőket még gumival lőtték ki, akkor még nem így fölvontatták, és hát ott baráti kapcsolatok által sikerült a gumiasztalhoz gumit is szerezni, ami ugye nélkülözhetetlen. A hálót maguk megfonták, és így lett az ő produkciók. Elmentek, volt egy óbudai idősebb artista, aki segített nekik, betanította a számot, és elmentek, levizsgáztak, megfeleltek, és így kezdődött az ő pályafutásuk. Amikor én bekerültem az artistaiskolába, 3 évet jártam, mert utána édesapámmal kezdtünk el dolgozni a gumiasztalszámmal, és 3 éven keresztül ezt csináltuk. De ez a gumiasztal elég nagy volt, és nagyon komoly volt a szerelési. Sokat kellett szerelni, csigákkal meghúzni, megfeszíteni azt, és úgy gondoltuk, hogy valami más kéne kitalálni. És édesapám látott egy orosz hintaszámot, ami abban az időben tényleg még nagyon ritka volt, még most is elég ritka, és megcsinálta. Ő fejből emlékezett rá, hogy hogy nézett ki, és mint lakatos fogta és megcsinálta, és én nagyon büszke vagyok arra, hogy ez a hinta még most is dolgozik. A Richter József a Magyar Nemzeti Cirkuszban még dolgoznak vele, mert nekik ajándékoztam a hintát. És utána onnantól kezdve ezzel a számmal dolgoztunk. Amit kérdeztél, igen, megpróbáltunk mindig váltani. Ugye abban az időben nagyon divat volt ez a magyaros kosztüm, ihaj-csuhaj, nagyon egyszerű volt, mert az ember megtanult 2 lépést, és azért az a 2-t jobbra, 2-t balra, az nem egy olyan komplikált, hogy még egy-egy falábú fiú is meg tudta tanulni. De aztán váltottunk modern kosztümre, és onnantól kezdve igen, megpróbáltunk mi is egy pici koreográfát belevinni a számba, ami emelte egy kicsit a szám nívóját, sőt, remélem, hogy nem is kicsit. Tehát nem csak az volt a lényeg, hogy 3-as szaltó, meg
dupla szaltó, meg ilyen csavar, meg olyan csavar, hanem tényleg a közönség az egész szám alatt szórakozzon, élvezze, és ne csak a száját tátsa azért, mert ottan 8-9 méterre repkednek az emberek, és ez azóta még fontosabb. És ezzel vissza is térünk a mostani Szikra Manók előadásra, mert itt is nagyon nagy szerepe van a táncosoknak, a koreográfiának, sőt, mi több, a táncosok fölemelkednek a levegőbe. Ez azért nem szokványos. Nem, mi amikor úgymond castingoltunk a tánckart, kerestük, akkor előre megmondtuk a lányoknak, hogy olyanok jelentkezzenek, akik mernek majd a karikán fölmenni a levegőbe, és meg tudnak tanulni egy pár olyan mozdulatot, ami látvány és látványos a közönségnek. Nagyon örülök neki, hogy sikerült olyan 8 lány kiválasztanunk. 8-an vannak, abból mindig 6 dolgozik a manésba, plusz a főmanó. És tényleg olyan látványt visznek a műsorba, a közönségnek is nagyon tetszik, és ezek a lányok bizony nagyon keményen próbálnak még most is minden áldott nap, hogy még jobbak legyenek. Nem a táncot, mert a táncosok voltak, tehát a táncot tudják, de az, hogy a levegőbe ezen a karikán még több dolgot tudjanak csinálni. Azt gondolom, hogy az artisták világában lazítás nincs, és úgy, ha bár a fővárosi nagy cirkusz nagyon szeretjük, de hát azért egy 50 éves épületről van szó, a kiszolgáló technikája lassan teljes felújításra szorul. Milyen lehetősége van arra ott a művészeknek, hogy igazán bemelegedve jól tudjanak készülni arra a pár percre, amin az életük múlhat, viszont a közönségnek megfelejthetetlen élmény. Igen, ez is az egyik problémája a Fővárosi Nagy Cirkusznak, ami 1971-ben épült, az az új épület, a 66-ban lebontásra került régi Fővárosi Nagy Cirkusz helyén, hogy nagyon pici a hátsó befutó. Tehát azon a kis részen melegítenek tulajdonképpen az artisták, és nincs külön próbamanézsunk, ami nagyon sok cirkuszban, főleg a régi építésű volt Szovjetunió területén levő cirkuszokban van, de Münchenben a Kronebau cirkuszban is van egy próbamanézs, ezt úgy hívják, és ez ugyanakkor a manézs, mint a nagy manézs, ahol a közönség látja a produkciókat, de ott kényelmesen tudnak az artisták melegíteni. Nálunk ez kicsit nehezebben megy, de ők is alkalmazkodnak ehhez, nincs ezzel probléma, és nagyon örülök neki, hogy olyan próba lehetőségeket tudunk biztosítani az itt dolgozó artistáknak, hogy úgy mennek el innen a Fővárosi Nagy Cirkuszból, azon kívül, hogy szeretnének minél előbb visszajönni, azon kívül úgy, hogy mindig fejlődnek, tehát mindig jobbat és többet fognak tudni csinálni, amikor innen elmennek. Nagyon szépen köszönöm, mi köszönjük a csodálatos produkciókat, a szép előadásokat, neked gratulálunk a rendezéséhez. Kedves nézőink, Rézer József, Dodi volt a vendégem, a Fővárosi Nagy Cirkusz cirkusz szakmai igazgatója, Teréz városnak pedig köszönjük, hogy a terézvárosi családok részt vehetnek a Fővárosi Nagy Cirkusz produkcióiban évente kétszer, reméljük még éveken keresztül. Köszönöm.